Ilyen apró sorok közé kezd írni egy első osztályos Nebuló. Augusztus hónapban már elkezdődik a vásárlás a szeptemberi iskola kezdésre. A boltok különféle akciókkal igyekeznek becsalogatni a vásárlókat, hiszen a tulajdonosok is tudják, hogy a családokra igen nagy anyagi terhet ró az iskola kezdés. Ennek tudatában is arra biztatják a vásárlókat, hogy válasszanak jó minőségű iskolaszereket. Mi, mint szakmai írószer üzlet, valljuk azt, hogy lehet a csillogós is jó, de mindenféleképpen a gyerek kvalitásának megfelelő írószert kell választani. Ebben az eladóink, akik képzettek, akik évek óta ezt csinálják, nagyon-nagyon jó tanácsot tudnak adni. Nem mindegy egy gyereknek 2H-s, HB-s vagy 3B-s ceruzával írni. Ez az írásképben, a sikerélményben rengeteget jelent. A termékek árait illetően nem történt nagyobb változás. A kisiskolások évkezdése jellemzően az, amely a legtöbb eszközt igényli. Én vallom azt, hogy mindenféleképpen a kisiskolásokra tehető. A kisiskolásoknak valahogy kedvet kell csinálni ahhoz, hogy szeressen iskolába járni. Ehhez a szép, csillogó írószer nagyon jó ahhoz, hogy a kedvünk meglegyen. De ezen belül keresnünk kell a minőséget. Keresnünk kell azt, hogy a gyereknek később ne a csillogós toltartóból, hanem annak a beltartalmából legyen sikerélménye. És innentől kezdve, ha egy gyereknek ezt megtaláljuk, imádni fog iskolába járni. Az üzletek felhozatala igen bőséges. A szakember szerint kikopni látszanak a trendekből a mesehősök, viszont a kicsik körében még mindig népszerűek az állatminták. A felsőbb osztályosok pedig jellemzően a márkajelzéseket részesítik előnyben. A legnagyobb kiadás minden esetben az iskolatáska. Ezek 18 ezer forinttól indulnak, mert ugye nem ajánljuk az elsősöknek a háti táskát, hanem ezeket az ergonomi táskákat, amik ugye maga a táska csak 1 kiló, bele a könyv azt mondjuk lehet, hogy 10, de ezeket a táskákat általában meg kell venni. Ehhez jön a tornazsák, toltartó, tehát ez a legnagyobb kiadás. Utána a könyvek, az ugye mi arról nem tudunk, de a füzetek és a hozzátartozó iskolaszerek, azok 10 000 forint környékén már beköthetőek. Tehát azzal már meg tudják oldani. Az igazi dömping még nem kezdődött el, de az üzletek kínálata már bőven készen áll arra, hogy kiszolgálja a felmerülő igényeket.